Sziasztok! Ti most a Kinvart Festőművész Blog, a Festészet Titkai sorozat legújabb adását látjátok. Ebben a videóban egy tájképet fogok festeni, és ennek a megfestését demonstrálom lépésről lépésre, elejétől a végéig. Ennek a videónak az apropóját az adja, hogy most fog indulni 18-án az új online festőtanfolyamom, Épületek a tájban című festőtanfolyam, ahol kifejezetten azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan lehet olyan tájképeket festeni, amelyek ilyen hasonló épületeket ábrázolnak, tehát ahol a tájkép fő motívuma az épület, és hát ilyen alföldi jellegű tájképeket, városképeket, modern városképeket, illetve például mediterrán látképeket, tengerparti villákról, stb. Ilyen témákat fog a tanfolyam feldolgozni, a perspektívával, a kompozícióval, színkeveréssel és hasonló kérdéskörrel foglalkozunk majd a videóban. A mai videó látható munka, amit itt meg fogok festeni, ez is egy ilyen tipikus magyar sajátosság, egy alföldi tanya világ, ott ábrázoló tájkép. Ennek a témának a gyökerei egyébként művészettörténetileg nagyon érdekes, a 19. század második feléig nyúlik vissza, egészen ugye Munkácsi, Pál László, Mednyánszky később, ugye akik később követték és társai, akik Franciaországban, Barbizonban is tanultak, ugye Barbizonban a Fontainebleau-i erdőben, ez Párizs környékén található térség volt, oda vonult ki akkoriban rengeteg olyan festő a 19. század második felében, akik a tájkép festészettel szerettek foglalkozni, és elkezdte őket elkapni a plein air vonal, amikor a szabadban festettek, és azt látták, amit, vagy azt festették, amit láttak. Ők még ugye nem annyira az impressionistákhoz tartoztak, illetve már előfordult, hogy ilyen jegyeket is hordoztak magukkal, hanem még a klasszikus realista festészetet űzték, a témát úgy festették meg, ahogy látták, amilyen benyomásuk támadt a témáról, de megpróbálták a különböző romantikus sallangokat nélkülözni, és nem mentek el olyan technikák irányába, mint később az impressionisták, tehát maradtak még a klasszikus realista gyökereknél, de már alkalmazták azt a módszert, hogy kint a szabadban festették meg a kész, komplett festményt, ellentétben a korábbi gyakorlattal, amikor elsősorban a szabadban csak vázlatokat készítettek, és később műteremben alkottak ezekből a vázlatokból egy komplett művet. És hát ezek a festők dolgoztak hasonlóképpen, bizonyos technikai sajátosságok, stílusjegyek azok sok ilyen festőnek a képén visszaköszönnek, tehát némi hasonlóságot lehet felfedezni köztük. Ugye ez az adott régiónak és a kornak a szellemének megfelelő festészet volt. Aztán a 20. század elején Magyarországon is elkezdődött egy olyan hullám jönni, amikor a különböző izmusok váltották egymást, és akkor voltak olyan festők hazánkban, akik még üzték ezt a tájkép festészetnek a hagyományos formáját, de voltak olyanok, akik már a különböző izmusok övezte a művészeti fejlődés hatására követték ezeket az új hagyományokat, mint a nagybányai iskola, ugye a posztimpresszionistákkal később, illetve egyéb akár avantgard, magyar avantgard festőket is lehetne itt felsorolni. A lényeg az, hogy ezek közül, a festők közül volt egy csoport, bár nem csoportosultak, de voltak festők, akik a magyar alföldöt választották témájuknak, őket hívjuk alföldi festőknek. Az alföldi festők, ők nem egy iskola voltak, mint például a nagybányai, tehát nem hordoztak közös stílusjegyeket, nem egyfajta izmust képviseltek,
hanem ők azért hívjuk őket alföldi festőnek, mert őket a téma határozta meg, az a téma, hogy a magyar tájnak ezt a tipikus megjelenési formáját, ugye az alföldöt és az ahhoz kapcsolódó motivumokat dolgozták fel az alkotásaikon. Tehát ők voltak az alföldi festők. Aztán a 20. század második felére, itt Magyarországon is az ilyen kisebb galériákban, ugye igény támadta a rengeteg modern művészettel átitatott hazai piacon egy olyan könnyedebb témákra, amelyek megint ez a realizmushoz közelítettek vissza, hiszen nem mindenki akarja elfogadni, vagy nem mindenkinek tetszik a különböző modern, avantgárd vagy absztrakt festészet. Vannak, akik akár a művészek között a mai napig szeretik a klasszikus, realista festészetet gyakorolni, és hát vannak ugye a műgyűjtők között is, akik az ilyen festészetet kedvelik, és ez létrehozta ezt a kismestereknek is hívott csoportot, akik a napjainkban is realista módon festik a tájképeket, hasonlóan a 19. századi hagyományokhoz, természetesen a modern hatásokat azért érezhetjük rajtuk is, illetve ugyanígy ez az alföldi festészet is megmaradt, mint téma ebbe a csoportba, tehát kedvelt témája a festőknek a mai napig is az alföld. Tehát így szemlélhetjük, hogy innen gyökerezzik ez a mai jelenség, amikor egy művész egy magyar alföldi tájat fest ilyen realista modorban, ahogy most én is fogom ezt készíteni. Azt szeretném még ehhez még hozzáfűzni, hogy ebbe a videóban most nagyon sok érdekességet fogok bemutatni, különböző technikai fogásokat, színkeverési dolgokat, illetve néha meg fogom szakítani a felvételt és beszúrok egy-két olyan fotót, melyeken bizonyos típus hibákra mutatok rá, melyeket ma amatőr alkotók esetleg el szoktak követni, és valószínűleg egy-két tippel tudok szolgálni, hogy ilyen hibába később ne essünk bele, például színhasználat terén, bizonyos technikai kérdésekben, stb. De alapvetően figyeljétek végig a kezemet, hogy hogyan dolgozok és mit csinálok, meg persze közben kommentálni is fogom. És hamarosan akkor kezdjük a festést, tehát hogyha közben valaki, miközben nézitek ezt a videót, vagy utána érdeklődik az online tanfolyamom iránt is, akkor itt a jobb felső, illetve nektek bal felső sarokban, de nekem itt a jobb kezem fölött, ami most megjelent ez a kis négyzet, ezzel a szövegbuborékkal, arra kattintva meg tudjátok nézni, és akkor hát kezdjük el a festést. Tehát először is bemutatom a festékeket, ugye olajjal fogunk festeni. Itt látható a paletta. Így jobbról balra mutatom, titánfehér, kadmiumvilágossárga, világos okkersárga, kadmiumvilágos vörös, alizarin kármin vörös, kobaltkék, ultramarinkék, égetett szienna és elefántcsont fekete. Tehát ezek a színek szükségesek ahhoz, hogy ezt a képet megfessük azzal a színvilággal, amivel én most itt fogom. Ezen kívül használok még festőszert, amit arra használok, hogy elkenjem a festéket, tehát segíti, hogy könnyebben elkenjem a festéket, ha szükséges, egy picit hígítom vele ugye a festéket, így könnyebben tudom elkenni, vagy vékonyabban tudom elkenni, illetve egy picit a festék száradását gyorsítja és kicsit fényesíti a festéket. Ezen kívül van itt egy ilyen edényem, amiben normál háztartási lakbenzinhigító van. Ezzel mosom el munka közben az ecseteket, ezzel tisztítom őket.
illetve itt a palettámon jobb oldalt látható volt a fotókon, meg tudjátok nézni, van egy kis szirke, abban öntöm a festőszert, amivel higítom a festéket menet közben. Ilyen papírtörlő használok, háztartási papírtörlőt, amikor kimosom az ecsetet, akkor ezzel törlöm szárazra, illetve van, amikor csak simán ezzel szárazon áttörlöm az ecsetet, hogyha másik színre váltok. Nagyon fontos eszközünk még a festőkés. Én ezt a rombusz alakút használom, ez egy ilyen kolibri márka. Ezzel tudjuk a palettán keverni a különböző színeket, illetve a különböző textúrák kialakítására is megfelelő a képen. Aztán fontos eszköz még ez a úgynevezett ágfestő ecset, ez egy nullás ecset. Látjátok, hogy ilyen nagyon vékony, hosszú szőre van. Ezzel lehet ilyen egészen vékony ágakat festeni. Illetve vannak még ilyen lapos ecseteim, ezek ilyen szintetikus lapos ecsetek, kicsit ilyen félkemény szőrrel. Ezekből használok én 2-est, 6-ost és 8-as méretet, amelyekkel finomabb munkákat lehet csinálni. Aztán van itt három speciális sörte ecsetem, ezek ilyen angol gyártmányú úgynevezett rosemary ecsetek. Ez a rosemary cég, ez egy kis manufaktúra és világszínvonalon ecseteket készítenek kézműves eljárással. Ezek úgynevezett Egberts ecsetek. Ennek az a lényege, hogy a macskanyelv formájú, de sokkal hosszabb a szőrük, mint a macskanyelv, és így sokkal tartósabbak, illetve nagyon jó vékony vonalakat is lehet a vastag vonalak mellett húzni velük. És akkor van még egy ilyen egyszólos, lapos, szintetikus szőrű oszlató ecsetem. Ez arra jó, hogy nagyobb felületeket gyorsabban lehet vele bekenni, például az eget vagy hátteret, ilyen részeket, és erre használom én is. Tehát ezek voltak az eszközök, és akkor elkezdhetjük a festést. A színkeverés nálam úgy működik, hogy gyakran van, ahogy a palettán kikeverem előre a színt, de vannak olyan pillanatok, amikor nem kevergetem előre a palettán a színt, hanem közvetlenül fölrakom azokat a színeket, amiket egymásba szeretnék keverni a háttérre, és mindjárt ott keverem őket egymásba. Mindjárt itt van az egyik első probléma, amit sok festőnél meg lehet figyelni, hogy túlzottan erős, túl intenzív, nagyon olyan műkék színűre festik az eget. Ez a műkék azt jelenti, hogy nem olyan valóságos, nem olyan reális. Ez azért van, mert olyan festékeket használnak, amelyek túl intenzívek, például a ftalókék vagy poroszkék, vagy égkék esetleg, vagy türkiszkék, ilyen kékekkel próbálkoznak, és azok önmagukban nagyon intenzív színek, másrészt esetleg nem érzékelik annyira a színeknek a helyességét. Az éghez a legjobb kék, ami a legsokoldalúbb, az az úgynevezett kobaltkék, vagy esetleg még a cölinkék, amelyek egy kicsit semlegesebbek, és nem annyira intenzívek, nem annyira erőteljesebb, és fehérrel elkeverve nagyon hasonló kéket adnak, mint az ég. Ugyanis az ég az a legtöbb esetben egy olyan kék, amiben egy pici semleges is található. Ez sokszor megfigyelhető, hogy egy pici lilát is látunk az égben, nem csak kéket. Tehát olyan lilás kék, vagy olyan kicsit szürkés kék. Emiatt is az ilyen ftalociánkék, meg ilyen hasonló kékeket kerülni kell. Ugye keverhetném most itt a palettán is, de mindjárt megmutatom itt a képen, hogy fölviszek egy kis kobaltkéket, majd mellé teszek egy kis titánfehéret, és ezt egymásba keverem. Egy pici festőszerbe bemártom az ecsetet, és szétkenem a képen. Még úgy érzékelem, hogy túl erős a kék jelen pillanatban, úgyhogy még egy kis fehéret keverek bele. Aztán ezt itt szétoszlatom, egymásba dolgozom.
festőszerrel mindig csínyen kell bánni, nem jó, hogyha túlhigítjük a festéket, egyrészt megfolyhat, másrészt gyengül a kötőképessége, nagyon elvékonyodik, illetve nagyon olyan tocsogósá válik a felület, és nehezen szívódik be a túl sok folyadék, aminek az lesz a következménye, hogy később, mikor egy újabb réteget menet közben rá akarunk festeni, akkor nehézségekbe fogunk ütközni. Az égfestésnek a másik nagy titka, hogy mindig az ég, az fölül erőteljesebb a szín, mint alul a horizont környékén. A horizont környékén ugyanis a levegő perspektíva miatt sokkal halványabbnak, sokkal tompábbnak érzékeljük az eget. Ez összefüggésben van azzal, hogy ott a páratartalom a talaj fölött magasabb, illetve szennyezettebb a levegő, és amikor messzire nézünk el a horizont irányába, akkor a talajhoz közelebbi levegő területnek az első 1-200 méterre az sokkal homályosabb és kevésbé áttetsző, mint az a fölötti légrétegek, amelyek tisztábbak, és így az ég intenzív kékségét is, ha a fejünk fölé nézünk, akkor jobban tudjuk érzékelni, mint a talaj közelébe, tehát a horizont irányába. Ezt úgy oldom meg, hogy a horizont felől fehérbe mártom az ecsetet, és azzal kezdem el kenni. Ugye az ecsetben maradt az előbbi festésnél egy kis kék, tehát ez sem lesz tiszta fehér, hanem egy picit olyan kékes fehér szín lesz, és ezzel a enyhén kékes fehérrel elkezdem a horizont irányából fölfele kenni az eget. Majd amikor itt fönt találkozok a kékkel, amit már előzőleg kékre festettem, akkor egymásba dolgozom ezt a két színt. És így kialakul egy ilyen kellemes kis átmenet, ami lefelé világosodik a horizont irányába, úgy, ahogy az megfelelő. Mint látjátok, nem túl intenzív a kékem, de mikor meg fogja kapni a kép a többi színt, az alsóbb képrészleteknek a színeit, akkor nagyon szépen érvényesülni fog ez az halványabb és diszkrétebb kék, és egy nagyon természetes égszínt fog adni. Jó, most akkor csak megfestettük a kék eget. Egyszer beszéljünk egy kicsit erről a kompozícióról, amit itt látunk. Látható, hogy van egy horizont vonal, ami ugye itt húzódik. A horizont az mindig azt a vonalat jelöli, ahol a talaj és az ég találkozik a távolba. Ugye a párhuzamosok a végtelenben összeérnek, és ezt a föld gömbölyiségét így érzékeljük, hogy a horizonton, a látóhatáron az ég és a föld látszólag összeér. Ugye az előbb elmondtam, hogy a horizonton mindig a levegő perspektíva miatt homályosabbnak látjuk a dolgokat. Igaz ez az objektumokra is, nem csak az égre. Azok is olyan szürkésebbek, lilásabbak, elmosódottabbak, mint a közeli fák. Tehát mondjuk egy távoli, messzi fasor, az sokkal homályosabb, tompább, semlegesebb színű, egy kicsit a lilába hajlik, mint a vagy kékes, lilás, szürkés, míg a közelebbi fák élesebbek, élénkebbek, zöldebbnek látszanak. A horizontot mindig egy tájképnél praktikus körülbelül egyharmad, kétharmad arányba felosztani a képet, és akkor az egyharmadon elhelyezni, tehát alulról egy egyharmados vonalnál érdemes ezt a horizontot meghúzni, vagy lehet alkalmazni a sokkal bonyolultabb aranymetszést is, ami egy kicsit többre jön ki, mint az egyharmad, ennek bonyolult matematikai műveletei vannak. Igazából nem érdemes annyira ragaszkodni az aranymetszéshez, a harmadolás az bőségesen elegendő, én egy kicsit rutinból mindig a harmadnál följebb tolom a horizontot, és az nagyjából aranymetszésbe esik, de elég az egyharmad. A lényeg az, hogy ezek olyan képarányok, amelyek az emberi ízlés számára sokkal megfelelőbbek és tetszetősebbek, mint hogyha ez a horizont máshol helyezkedne el, mondjuk féltájékon. Illetve az is egy érdekes kísérlet lehetne, hogyha a képből csak egyharmad lenne fönt az ég, és kétharmad az előtér, és akkor
a horizonttal alulról a eső kétharmad, egyharmad találkozásánál esne. Az a másik variációs lehetőség, de alapvetően ez a legideálisabb, hogyha alulról számolva visszafele egyharmadon van a horizont körülbelül. Ha nem pont egyharmadra tesszük, akkor inkább egy picit nagyobb legyen ez a távolság, mint kisebb, és az a szerencsésebb megoldás. A másik fontos dolog, ugye a képnek a kompozíciója, itt láthatjátok, hogy itt kihagytam egy részt, itt lesz egy nagyobb facsoport, egy közelebbi facsoport. Ugye itt van a bal oldalt az épület, és mögötte is ki van hagyva egy rész, ott szintén lesz egy facsoport. Ugye ezek a fák távolabb vannak, mint ezek, amelyek közelebbiek, emiatt kisebbnek is tűnnek, hiszen a perspektíva szabálya és a rövidülés szabályai értelmében a távolabbi dolgokat kisebbnek látjuk, mint a közelebbieket. A kompozíció egy ilyen L-alakú kompozíció, aminek van egy kisebb szára, vagy egy ilyen csonka, egyik szárán csonka U alak. Ez egy tipikus kompozíciós minta. A kompozíciós minták azok nagyon érdekesek, azok olyan mintázatok, amelyek a történelem folyamán a festészetben megfigyelhetünk művészeknél, és kialakultak olyan megfigyelési útján olyan úgynevezett kompozíciós minták, amiket, hogyha követünk és ismerünk, akkor az szinte garantálja, hogy kompozíció szempontjából jó lesz a kép. Ilyen kompozíciós minta ez az L alak, vagy ez a csonka U alak is. És ilyen kompozíciós mintákból nagyon sok van, van a kör alak, meg még az U alak, ugye az L alak, a mérleg alak, meg még lehetne sorolni sokat, az S alak. Ezekről egyébként nagyon sokat beszélünk és foglalkozunk a Küzdelem a zölddel online tájképfestő tanfolyamon, de majd az új tanfolyamon is, amiről az előbb beszéltem nektek, ami hamarosan indul, hogyha valakit érdekel. Tehát ez a kompozíciós mintát most, amit kiválasztottam, ezt a csonka U alakot, ennek az egyik tipikus jellemzője, hogy ugye itt a kép jobb oldalán magasabbra törnek a fák, mint a bal oldalon, ugyanakkor a fő motívum, a kép témájának a legfontosabb motívumai, az épületek, a tanyák, azok itt bal oldalra, a kép bal oldalára vannak pozícionálva. Ez egy ilyen szimmetria törés, amit tudatosan alkalmazunk, ugyanis az emberi agy mindig a szimmetriát keresi a képen, és ha pont középen lenne a tanya, akkor az kevésbé lenne izgalmas, mint hogyha mondjuk így eltoljuk bal oldalra. Mert ugye, mivel eltoltuk bal oldalra, ezért megtörjük ezt a szimmetriát, és az agy tovább kutatja, keresi, hogy hát ha talál valahol egy kis szimmetriát, ami számára annyira fontos valamiért, és így tovább időzik a tekintetünk a képen. Emiatt az jön le, hogy érdekesebb a kép. Ez az egész folyamat tudat alatt zajlik le, és nagyon gyorsan, de mégis ilyen apróságokon nagyon sok múlik. Ezekről sokat beszélünk más tanfolyamokon, most ugye erre nincs idő, de érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni. A másik dolog, hogy ezeknél a kompozíciós eljárásoknál, hogyha ugye eltolunk balra egy fő motívumot, akkor itt jobb oldalt, itt valahogy nagyon üres lesz a kép. Pontosan ebből a megfontolásból került ide ez a víz tükör, ami itt lesz egy ilyen kis kacsaúsztató talán, illetve ugye itt jobb oldalon ez a nagyobb tömegű fa. Tehát ezt az elbillenést úgy nevezzük, hogyha itt üresen maradna a kép, és itt van a fő téma, hogy elbillen a kép. Ezt az elbillenést egyensúlyozzuk ki ezekkel az eltérő motívumokkal, amik itt ezen az oldalon nem találhatók meg ilyen méretben, vagy mind a tó itt egyáltalán nincs. És akkor ez az eltérő motívumok, ezek kiegyensúlyozzák ezt a billenést a képen, és így az ember tekintete, miközben nézi, és a képet tudat alatt pedig keresi a szimmetriát, így hosszabban időzik, bizonyos útvonalakat jár be a képen, és ez így izgalmasabbá teszi a szemlélő számára a képet. Aztán itt van még egy ilyen fontos motívuma a képnek, ez az út, ami ugye itt látható, hogy erre kanyarodik, illetve így jön.
láthatjátok, hogy az útnak tulajdonképpen az útkanyarok, ezek az S alakú útkanyarok, ezek nagyon fontos, szintén kompozíciós minták, amik érdekesebbé teszik a képet, mintha csak egy egyenes út lenne így. A másik, hogy itt három, a kép széleinek három szélével is érintkezik az út, hiszen mint látjátok, az út szegélye itt a kép jobb oldalának az alsó részére fut ki, a másik szegély itt a bal oldalának az alsó részére, illetve ugye az alján, a kép aljával találkozik végig ez az út. Ez azért jó, mert megakadályozza szintén a néző tekintetét, hogy kiszaladjon a képből, mert ha így lefelett követnénk a tekintetünkkel az utat, akkor ha csak itt középen lenne egy út, akkor az levezetné a tekintetét a nézőnek, és kinézne a képből, mondjuk a cipőjére, vagy mit tudom én hova. A lényeg az, hogy elhagyná a néző a képet. Így viszont az ilyen kis apró trükkökkel megakadályozzuk, mert látunk egy irányt itt, látunk egy irányt itt, meg ugye erre is tart felénk egy irány, és így tétovázni kezd az elme, hogy most milyen irányba folytassa a nézelődést, és ez a tétovázás ez elég ahhoz, hogy bent maradjon a szemlélő a képen. Tehát ilyen jelentéktelennek tűnő trükkökkel nagyon sokat tudunk azért tenni, hogy a kép végső soron izgalmasabb legyen a szemlélő számára, és ez kell ahhoz, hogy tetszen neki. A képet egyébként még úgy osztjuk fel, hogy előtér, ami ugye itt ez az első rész, a hozzánk legközelebb lévő rész, ami nyilván a kép aljához van közel, ugye a középtér és a háttér. A háttér jelen esetben ugye az ég, illetve ott a messze a horizont környéke. A középtér pedig, ahol a fő téma található, ugye általában mindig a középtéren van elhelyezve a fő motívum, ez is egy kompozíciós szabály. Nálunk ugye az a távoli facsoport a tanyákkal, az van a középtéren, az előtérben pedig ez a víztükör, illetve az út található. Még egy fogalom, amire itt szükség lesz, ez az úgynevezett rétegek. A rétegek alatt azt értjük, hogy amikor egy képet, mondjuk így, mint most egy-két órán belül megfestünk, akkor is van, hogy nem egy réteget teszünk rá, hanem menet közben, ha most én például erre a kék égre most felhőket festenék, akkor azok a felhők még egy réteg, egy második réteg festéket jelentenének. Mindig a kép rétegeit úgy építjük fel, hogy azok a rétegek kerülnek legelőször a képre, melyek tőlünk a legtávolabbra esnek, jelen esetben ugye az ég esik tőlünk a legtávolabbra, hiszen ennek a kiterjedése végtelen. Aztán utána majd jön ez a távoli levegő perspektívával láthatott facsoport. Ha ezt a facsoportot nézzük, akkor itt az árnyékos sötét részek távolabb vannak, mint az élénk zöldek, hiszen az árnyékok azok mindig a fa alatt, meg a fa belsejében keletkeznek, míg az élénk zöld lombozatok a fa külső szélein helyezkednek el. Tehát nyilvánvaló, hogy egy élénk zöldnek látszó lombcsomó az valószínűleg közelebb van hozzánk, mint mondjuk kettő lombcsomó között látható sötét árnyék, ami tulajdonképpen egy lyukat jelöl a fa lombcsomói között, amely lyukon keresztül belátunk a fa belsejébe, ahol sötét árnyék uralkodik. Tehát először akkor a sötétebb réteget kell felfesteni, majd utána az élénkebb, világosabb zöldeket, amelyek a rétegek szerint is hozzánk közelebb vannak. Vagy például a talajon, az anyaföld, mondjuk egy barna színű talaj, az előbb van a talajon, mint a fűszál, ami a talaj fölött van valamennyivel, ha csak pár centivel is. Tehát, hogyha innen tőlünk nézzük, akkor a fűszál van hozzánk közelebb, nem a talaj. Tehát akkor a talaj lesz az első réteg, és utána építjük rá a következő réteget, a fűszálat, mert mindig könnyebb úgy dolgozni, hogyha olyan sorrendben tesszük fel a rétegeket, ahogy a valóságban is találhatóak. Illetve mindig a hátsó, távolabbi rétegek általában semlegesebbek, és arra kell ráépíteni az intenzívebb színeket, mert ezek a semlegesek fogják összefogni a színkompozíciónkat, és színből csak annyit kell használni, ami éppen muszáj, hogy ezek a semlegesek ezt az élénk színeket kontrasztba tudják helyezni, és meg tudják mutatni a szemlélőnek. Tehát akkor folytatjuk a
festést, akkor ha már ilyen szépen beszéltünk erről a rétegekről, akkor mindjárt egy kis égetett sziennával elkezdünk egy kis réteget kenni, és egy kicsit titánfehéret festünk rá. Ez ugye az útnak az első rétege lesz. Ez egy ilyen sötétebb réteg lesz. Tehát égetett szienna és fehér keverékéből dolgozunk. Mindig az ecsettel kövessük azokat az irányokat, amiket a különböző motívumok a képen is mutatnak. Tehát az útnak a kanyarulata így visszakanyarodik ilyen S-alakba, akkor az ecsetünk is ilyen S-alakba mozogjon. Itt ez az ív, ez ugye innen jobbról balra megy, akkor itt az ecsetünk is jobbról balra mozog. Itt középen pedig lefele. Ennek nagyon fontos jelentősége van a kép textúráinak és faktúráinak felépítése miatt, melyekről majd mindjárt beszélünk. Még egy fontos, itt ugye a levegő perspektíváról beszéltem, a mező kérdése, ugye itt az egy nagy nyílt sík terület. Itt nyilván ilyen zöldes színű fű fogja ezt borítani, ahogy az alföldi pusztákon, a tanyák körül látható legelőkön ez gyakran megesik. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy a távolabbi része a legelőnek, ugye szintén emiatt a bizonyos levegő perspektíva miatt ilyen napfényben fürdő mezőt akarok itt bemutatni, amit úgy tudok érzékeltetni, hogy fehéret, titánfehéret és kis kadmium sárgát keverek egymással, és azzal így vízszintesen meghúzom ezeket a részeket. Majd egy pici ultramarin kékkel, ugye ez a sötétebb kék, ezzel jövök itt a közelebbi részre, és egymásba mosom ezeket ezt a sárgás fehér színt ezzel a közelebbi pici kevés kis ultramarin kékkel, amit ide föltettem, és ez ki fog adni egy ilyen viszonylag természetes zöld színt ott a háttérben. Itt elő már egy kis okker sárgát is keverek a keverékhez, ettől egy picit olyan érettebb, olajosabb lesz ez a zöld, ami itt a közelben látható. Nem kell túl intenzívre csinálni a zöldet, egy kis fehér is mehet bele, hogy kicsit pasztelesebb legyen. És mehet ilyen keszek-kuszán össze-vissza, hogy egy kicsit textúrája legyen. A textúrák azért fontosak, mert a textúrák azok a plasztikussá teszik a képet. A textúrákban, mint itt látható, az ecsetnyomok látszanak.
Az ecsetnyomok azok két dolgot is, és a textúrák azok két dolgot is tesznek a képünkkel. Egyrészt megmutatják a gesztusainkat. A gesztusok azok a mozdulatok, amelyekkel mi dolgozunk. Tehát látható, hogy én ilyen lendületes, nagy ívű mozdulatokkal dolgoztam. Ez ilyen szenvedélyt is jelölhet például, vagy esetleg valamilyen lelki állapotot például. És ha így dolgozom, akkor nyilván lendületesebben, vehemensebben dolgozok, hosszabban, ívesebben, nagy mozdulattal, nagy ívű mozdulattal húzom az ecsetet a képen. És ugye ha a sűrű festékbe az ecset szőrszálak által hagyott nyomokon meglátszanak ezek a lendületek, ezek az ívek, és ebből lehet következtetni arra, hogy tényleg milyen személyiség a művész, vagy milyen munkamódszere van, vagy éppen milyen lelki állapotban volt. És ezek az úgynevezett gesztusok, a művész gesztusai. Ezek egyrészt tudatos is lehet, tehát én tudatosan alkalmazok erős gesztusokat, másrészt a személyiségből is fakadhat, illetve harmadrészt idővel ez a kettő egybe mosódik, tehát a személyiségből fakadó gesztusok és a tudatosan alkalmazott gesztusok közötti határ elmosódik, és a festőnek a saját gesztusai az rá jellemzően kialakul. A textúra az meg ugye azok a tipikus ecsetnyomok vagy festőkéssel hagyott nyomok a képen, amelyek egyrészt megmutatják az ecsetnyomok irányát, tehát a gesztusokat, másrészt bizonyos kifejező eszközként is szolgálnak, tehát technikai eszközként használjuk, hogy ezt a textúrával izgalmasabbá, gazdagabbá, árnyaltabbá tesszük a képünket. És így együtt a textúra meg a gesztusok tulajdonképpen együtt adják azt az úgynevezett faktúrát, tehát amiben összegyűlnek azok a textúrák, azok az ecset és késnyomok, amiket tudatosan vagy nem tudatosan használunk, és azok a lendületek, ívek, ahogy dolgozunk. Tehát a textúra és a gesztusok közösen létrehozzák a festő faktúráját, ami szintén, ahogy a gesztusoknál is elmondtam, részben tudatosan alakított, részben személyiségből vagy lelkiállapotból fakadó, és mindenképpen idővel egy művésznek egy sajátos rájellemző faktúrája alakul ki, ami egyfajta új lenyomatként szolgál és megmutatja a nézőnek, hogy itt ezt a képet melyik festő festette, tehát beazonosíthatóvá teszi a képet a nézők számára. Fekete szín. Itt, ahol a fáknak a legalsó része van, egy pici feketét használunk. Ez azért jó, mert egyrészt a feketéből pazar zöldet lehet keverni sárgával, másrészt ugye itt ezeket az árnyékokat tudjuk vele érzékeltetni. Ha az árnyékokat akarjuk pusztán érzékeltetni, tehát szimpla vetett árnyékokat, vagy esetleg önárnyékokat, akkor általában ilyen lilásabb színt használunk, de most, amikor itt az épület mögött elhelyezkedő növényzetnek az árnyékos részeit akarjuk érzékeltetni, itt alkalmasabb, ha feketét választunk, azért, mert majd a később hozzákeverendő sárgával izgalmas zöldeket tudunk itt bemutatni. Nem kell túlzásba vinni ennek a feketének a használatát, de szükséges. Mert körbe kenjük gyakorlatilag ezt az épületet vele. És akkor most mutatom, hogy egy kis okkersárgát, ugye feketébe volt mártva az ecset, még maradt benne egy kis fekete, és fölveszek egy pici okkersárgát. És ha megnézitek, akkor egy nagyon izgalmas olajzöld színné alakul át. Ez azért van, mert a feketének mindig van egy csöpp kékes tónusa.
ezért, hogyha sárgával keverjük, akkor ilyen zöldes, semleges zöld szint ad. Ha pedig mondjuk vörössel keverjük, akkor egy kicsit olyan lilás barnát ad nekünk emiatt. Látható, hogy elég sötét ez a tartomány, amit itt most fölkenek, és eléggé tömbszerű. Ez azért van, mert itt a fáknál ez még csak az első réteg lesz. Ide majd még fog jönni egy következő réteg. Egy pici égetett szénával is belemegyek. Egy kicsit majd őszélyesre veszem itt a képszínvilágát. Így akkor könnyebb lesz engem követni, mert ugye a zöldek használatával is nagyon sok baj szokott lenni, ami abból adódik, hogy sokan inkább az ilyen készen kapható tubus zöldeket használják, és nem ilyen módon keverik ki a palettájukon a sokkal megfelelőbb zöldet. Szükséges, akkor még egy kis feketét teszek bele. Körülbelül addig nyújtózkodok az ecsettel, de itt, ameddig ugye a ceruza vonalam tartott, de majd még egy kicsit meg fogom növelni ezeknek a fáknak a körvonalainak a hatósugarát, de mindenképpen a ceruza vonalon belül fogunk, vagy egy kicsit kívül menni. És itt a széleknél hagyom, hogy elvékonyodjon, elfogjon az ecsetből az anyag, és ilyen áttetszőbb, ilyen ködösebb lesz ez a semleges szín. Ugye egyrészt ott látszódnak a távolabbi ágak, másrészt pedig nagyon fontos, hogy a megfelelő átmenetet, tehát ezt az elvékonyodó, légiessé váló lombkoronát be tudjam mutatni. Ugye az impressionisták kitalálták, hogy száműzték a palettájukból a fekete színt, és ezáltal, mert ők mindent úgynevezett intenzív feketéket kevertek lilából, zöldből, illetve kékből, amit egyébként mi is gyakran használunk. Másrészt azt mondták, hogy a fekete színt azt nem tilos használni szinte, teljesen kizárták a lehetőségét. És a mai napig vannak, akik ezt a gyakorlatot szerintem rosszul értelmezetten követik. Noha ugye a fekete szín pont például az ilyen zöldeknél nagyon hasznos lehet, illetve még egyéb esetekben is. De bizonyos esetekben nagyon hasznos kiegészítője a festő palettájának. Például a korlátozott paletta online tanfolyamon nagyon sokat foglalkozunk ezzel, ahol a semleges színekkel dolgozunk, és kevés innen. Tehát most lett itt egy úgynevezett tömb. Tömbnek nevezem az ilyen egybefüggő, semlegesebb, nagyobb foltokat. Blokknak a kisebb egységeket nevezem. A blokkok a következő rétegekbe kerülnek. Azok lesznek majd azok a kisebb, jobban kidolgozott levélcsomók, amik majd itt látszanak. Egész ilyen halvány fátyolosan, éppen hogy ilyen kiürült száraz ecsettel kell itt még a növények fölött dolgozni. Ettől lesz meg az a légies, könnyed átmenet. Ultramarinkékből és kárminból keverek egy lila színt, aztán adok hozzá egy pici feketét, hogy letompítsam ezt a lilát, majd egy kis fehér színnel
átkeverem. Egy ilyen semlegesebb lila szín gondoltam, és ezzel meghúzom a horizonton a távoli fasor és a mező találkozását. Tehát közvetlenül ez a sárgás-fehér vonal fölött húzok egy ilyen lilább csíkot. Ha kell, akkor az ujjammal is besegítek, hiszen az ujjunk a legprecízebb eszközünk. Majd ilyen függőleges ecset mozgásokkal egyszerűen húzok ilyen kis ecsetnyomokat, ezek a különböző magasságú fa lombokat szeretnék prezentálni. Egy pici feketébe mártjuk az ecsetet, éppen hogy egy nagyon keveset, és ezzel itt alulról sötétítünk, hiszen mindig ugye tudjuk, hogy a fáknak és a bokroknak az alja szokott sötétebb lenni, hiszen ott található a legtöbb árnyék, ezért talajhoz közelebbi részük az sötétebb. Illetve én majd itt jelölni fogok egy fényirányt, ami jobbról érkezik a képen, és ez a fényirány meg fog látszani abban, hogy itt a távoli fáknál is a bal oldaluk lesznek majd a sötétebbek. Akkor most jön az, hogy az ujjunk az milyen hasznos eszköz. Nagyon finoman elmossuk így a háttérrel ezeket a foltokat. Tulajdonképpen az éleit tüntetjük el ennek, hiszen ugye ezek a távoli fák, ezek mindig olyan, valóban olyan elmosódottak, és ezzel az új mozdulattal ezt nagyon jól meg lehet valósítani, ezt az elmosódást, és olyan légiessé tudjuk ezt az egészet tenni. És így sokkal természetesebb lesz, mint amikor még csak az ecsetnyomok látszottak. Itt a következő, ide be van ékelődve egy ilyen kisebb bokorcsoport a háttérbe. Ide is teszünk egy kis tömböt, mint az épület mögötti erdő skére. Majd a korábban kevert lilához adunk még egy kis feketét, meg egy kis kármint. Ezzel csinálunk egy ilyen sötét, feketés lila színt. Az épület mögötti árnyékot ezzel húzzuk meg, ezzel a sötét lilával.
illetve itt a fáknak is az árnyékait ezzel adjuk meg. Ugyanis a sokan szürkével meg feketével festik az árnyékokat, mikor azok valójában arra a legalkalmasabb szín általában a kékek meg a lilák. Hogy miért, ez eléggé összetett magyarázat, most erre itt idő hiányában nem tudok kitérni, de ha esetleg részt veszel majd ezen a épületek a tájban tanfolyamon, akkor ott el fogom mondani, és meg fogjuk tanulni. Akkor ebből a sötét lilás színből, ebből az intenzív feketéből, mert tulajdonképpen ez az, ebből itt az eresz alatti árnyékokat is meghúzom az épületen. És itt a fa csoportnál is. Egy kis égkéket még ide teszek, itt-ott, hiszen valahol majd ki fog egy kicsit látszódni a fa lombja. És akkor ezt így tudom érzékeltetni. Egy kis égetett sziennát és ide kis okkert. Kezd kialakulni a kép. Most ezen a ponton elkezdődhet a lombozatnak a kialakítása, de előtte még mindenképpen ezt megelőzi a fáknak, illetve az ágaknak, a fatörzseknek és az ágaknak a megfestése. Ehhez ezt a bizonyos ágfestő ecsetet használom, és a fekete szín meg a égetett szienna lesz az alapja ezeknek a fatörzseknek, illetve az ágaknak. Nagyon fontos, hogy elég jól ki kell higítani ezt a festéket, tehát egy kis részt így külön veszünk a palettán, és így jól felhigítjuk, aztán így beleforgatjuk ezt az ecsetet, és ezzel tudjuk ilyen vékony, hosszú, kecses vonalakat kialakítani.
Majd mellé feketével is rá lehet egy kicsit sötétíteni. Ezekre a vonalakra. Ugye ez egy kicsit aprólékosabb munka. Most keverek egy ilyen lilásabb tónust fehérből, ultramarinkékből és egy pici
lilából, ami már itt korábban volt. És ezzel egy kicsit bele mosok az égbe, itt a háttérbe. Nagyon fontos, hogy ugye a felhőket valahogy kontrasztba kell tenni, amiket majd később itt kiemelünk, és ahhoz szükséges ilyen kicsit ilyen lilásabb, tónusú háttér. És ugye ezek a lila színek gyakran meg is találhatók az égen. Majd csinálunk egy világos kéket ismét, és ezzel a lilával és a világos kékkel megfestjük itt a vizet. A víz festésének az egyik nagy trükkje az, hogy a vizet mindig, tehát azt a szint, amiből maga a víztükör áll, különleges ecset vonásokkal hordjuk fel. Ugyanis minden tárgy, ami tükröződik a vízbe, az általában ugye egy függőleges irányú, tehát a vízszintes talajra és a vízszintes víztükörre merőleges irányba törekvő objektum. Mondjuk egy fa, egy ház, egy bokor. És maga a víz pedig vízszintes. És mivel hogy a víz ugye önmagában egy szintelen folyadék, tehát azt nem lehetne megjeleníteni, úgy tudjuk megjeleníteni, hogy azokat a színeket adjuk neki, amiket visszatükröz a környezetéből, tehát például az égből a kéket, a környékből a fáknak a színét, a fák törzsének a sötétjét, vagy a lombjának a zöldjét, stb. És nem csak a színeket kell tükrözni vissza, hanem az irányokat is. Tehát a tükröződő objektumok mindig ugye függőleges irányúak, ezért ezt a függőlegességet úgy tudjuk megmutatni, hogyha függőleges irányba hordjuk fel azokat a színeket, amiből a víz áll, aztán majd utána ezt a függőleges tónust, ezt vízszintesen tudjuk elmosni. Jó, tehát most megfelelő színeket és megfelelő irányú festékeket hordtunk fel. Most az a teendő, hogy ezt vízszintesen kell elmosni, hogy a vízszintes víz irányt, a vízszintjét is jelezni tudjuk. Ehhez kitöröljük tisztára az ecsetet, és nagyon finoman, éppen csak érintve ezt a festéket, így finoman, vízszintesen, a kép alsó szélével párhuzamos irányba mozgatva az ecsetet, ez nagyon fontos, szépen elhúzzuk, eldolgozzuk ezeket a színeket.
Ettől egy picit ugye láthatóak maradnak ezek a függőleges irányok is, de már megjelenik a víz, mint vízszintes irány a képen. Következő lépésben tükröznünk kell a fatörzseket. Majd ezt is finoman, óvatosan elmossuk. Ugye érzékelhető ez a kis fénytörés ezzel a mozdulattal, ami nagyon hasonló az ahhoz, amikor a víz felszínén is ugye megtörik a fény. Most keverek egy sötétebb barnát, ez fekete és égetett szénna keverékéből csinálom. Ebből így a kés élére veszek föl egy kis színt, és egy kicsit így az útra rádolgozok így vele. Majd fehérrel. Szintén. Az a lényeg, hogy amikor a kés élével dolgozok, akkor ilyen nagyon gazdagon textúrát és színekben meg textúrában gazdag felületet hozok létre, ami meglehetősen véletlenszerű. Hol egy kis sötétebb szín kerül intenzívebben megjelenésre, hol a sötétebb, hol a világosabb, és ezek adják ezt a kicsit ilyen sáros talaj hatását, ami olyan nagyon természetes lesz. Így, és akkor szépen ezzel itt meg tudjuk ezt nagyon jól jeleníteni. Tehát látható, hogy milyen szép textúrákat ad ez a módszer a képnek.
Az épületnek ugye fehér meszelt fal a színe, de ez ilyen piszkos fehér, úgyhogy egy kis lilás meg barna szín kerülhet bele. Illetve egy kis kékes szín is. Okkerből, feketéből egy ilyen semleges zöldes barnás színt keverünk, és ezzel festjük meg itt a deszkákat a ház tűzfalán. Majd az égetett sziénához adunk egy kicsi vöröset, kadmiumvilágos vöröset, meg egy kis okkert, és ezzel csinálunk egy ilyen szép élénk vöröses barnás zsindelyt a háztetőre. Ez a szín egy kicsit ilyen festői túlzás, mert valójában ugye nem, ezekre inkább az ilyen szűk, elszűkült barna nád tetők voltak a jellemzőek ezekre a tonyákra, de sokkal szebb lesz itt a képnek a színvilága ezzel, és ugye festőibb lesz a kép, hiszen végül is festünk.
ezeket a kis lőrésszerű ablak és ajtónyílásokat feketével meghúzzuk. Az elején az ecsetek között nem mutattam be ezt a legyező ecsetet. Ebből a sörte legyező ecsetek a megfelelőbbek. Ezzel nagyon jól lehet különböző ajnövényzetet, fákon lombot kialakítani, hogyha kellő óvatossággal és visszafogottsággal használjuk. Ilyen jobbra-balra riszáló mozdulatokkal lehet egy kicsit így a textúrát alakítani, mind a lombnál, mind a talajnál. Kadmiumsárga és ultramarin kékkel lehet ilyen közepes zöldet keverni, amivel egy kicsit így bele dolgozunk, illetve okkersárgába nyúlunk, és azzal is bele-bele húzunk. Így lesznek meg ezek a fűszálakra emlékeztető motívumok.
nagyon jól lehet ezzel a legyező ecsettel itt a felhőknél egy kicsit ugye ezt a sötétebb tónusokat aláalapozni egy kis ilyen lilás szürkés színnel. Akkor most a fáknak a lombjai jönnek, itt nagyon kell vigyázni, hogy ne essünk túlzásba. Ezt okkersárgával, kadmium világos sárgával és egy kis ultramarin kékből nyert zölddel tudjuk szépen ízlésesen megcsinálni. Nagyon fontos, hogy itt ne alakuljon ki egy ilyen bizonyos ritmusos mintázat. Ritmusos mintázatnak nevezem, amikor ilyen ismétlődő minták vannak. Mert amikor ilyen tevékenységet végzünk, akkor gyakran ösztönösen egy ilyen ritmust felveszünk, és az azt jelenti, hogy nagyjából ugyanakkor a távolságokra egymástól körülbelül ugyanakkor a foltokat helyezünk el a képen, ami egy ilyen ismétlődő mintázatot produkál, és ez nem természetes, tehát ezt valahogy meg kell úszni, ettől távol kell maradni, és ezt úgy lehet elérni, hogyha ilyen véletlenszerűen mozgatjuk jobbra-balra a legyező ecsetet, illetve hát tudatosan is figyelünk arra, hogy ilyen ne alakuljon ki.
Nagyon jól lehet az ecsetnek a nyelével karcolni a festékbe, amivel további ilyen vizuális effekteket lehet érzékeltetni. Gyakorlatilag elkészült a kép, már csak egy szignó van vissza. És ez volt a kép megfestése. Remélem, hogy sok érdekes tanulsággal tudtam szolgálni, illetve megmutattam egy utat. Én magam egyébként nem nagyon szoktam ezt a stílust festeni, de úgy gondoltam, hogy érdekességképpen ezt így bedobom, mert biztos, hogy sokak számára lesz érdekes és tanulságos, és tudtam egy-két új, vagy legalábbis érdekes információval szolgálni a saját magam által alkalmazott megközelítés alapján. Tehát akkor köszönöm, hogy velem voltatok. A Kinva Art festőművész blog festészet titkai legújabb adását láttátok, és ugye ne felejtsétek el, amit a videó elején is mondtam, hogy most egy jó lehetőség van egy online festőtanfolyamon részt venni, ahol ehhez hasonló módon oktató videókon keresztül segítek bizonyos új készségek elsajátításába, illetve rengeteg olyan elméleti anyag és gyakorlati ismeret is lesz, ami biztos, hogy újszerű lesz itt a magyar festők körében. Tehát itt a jobbra fönt tudtok, illetve nektek ugye ez balra van, de az én jobb kezem fölött, ahova mutatok, itt tudtok feliratkozni erre a tanfolyamra, illetve itt jobbra lent, vagy nektek balra lent, tehát itt a bal alsó sarokba rákattintva a szövegdobozra, pedig ide a YouTube csatornámra tudtok feliratkozni, hogyha legközelebb is lesz egy érdekes ilyen videó, akkor kaptok róla értesítést. És itt a bal kezem fölött, nektek jobbra itt az I betűre kattintva, meg előjönnek azok a honlapok, ahol én vezetek, vagy én írok ilyen szakmai témákban, például a kinvaart.com festőművész blog, ahol ugye ennek a videónak is egy részletesebb leírását megtaláljátok, egy kis kiegészítő írással, és még egyéb érdekes szakmai cikkeket, vagy az online festőtanfolyam.com, ahol viszont az előbb említett festőtanfolyamok kapnak helyet, és ott nagyon nagy mennyiségű elmélet és gyakorlati tudással találkozhat, aki erre, akinek ilyen igénye van. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hát jó festést kívánok mindenkinek. Sziasztok!